A Moholy Novák-Radonics így általános iskolában 380 diák jár. Az intézményben vizes blokkot építettek ki, és tantermek lettek korszerűsítve mintegy 3 millió dinár értékben. Az adai Csekárai általános iskola két épületére 42 millió dinárt tudtak az illetékesek fordítani tartományi forrásból. Megoldódott a központi fűtés problémája, megújult az épület, valamint a másfél évvel ezelőtt megrongálódott torna terem felújításáról is szó esett. A törökfalusi épületünkre is vár egy igen komoly felújítás. Nagyon reméljük, hogy az is hamarosan valamilyen módon mederbe kerül, és az idei évben még sikerült a tartományi oktatási titkárság segítségével elkészíteni a völgyparti épületünk teljes dokumentációját, ami ugye egyik alapja annak, hogy bármilyen egyéb pályázaton meg tudjunk indulni. Az oktatási intézmények megtekintését követően egy kötetlen beszélgetésen vehettek részt a vállalkozók a politikusokkal. Kós Sándor céges saját telephelyre pályázott, míg Mrksic Hugyik Ella a Prosperitáti Alapítvány startup lehetőségét használta ki. 2020-ban született meg az az ötlet, hogy amennyiben tudunk támogatást kapni a Prosperitáti Alapítványtól, abban az esetben segítséggel és önerővel ezt meg tudjuk valósítani. Úgyhogy 2021-ben átadtuk a pályázatot, és nyertünk. Nem mindegy, hogy milyen... Önerőből nem tudtunk volna belevágni, tehát mindenképp a Prosperitáti lendített meg bennünket, és azután, amikor már belevágtunk, akkor érdekes mód a körülmények is úgy alakultak, hogy utána minden csak hozzáadott a történethez. Ada község a vállalkozók, vállalkozások fellegvára lett, ami legnagyobb mértékben a Vajdasági Magyar Szövetségnek köszönhető, emelte ki Juhász Bálint. December 17-én arról fogunk dönteni, hogy folytatjuk ezt az utat, vagy pedig hátat fordítunk mindezeknek az eredményeknek. Erős, tartományi és országos Vajdasági Magyar Szövetség frakció parlamenti képviselet garantálja a folytatást. Juhász Bálint hozzátette, Ada a gazdaságfejlesztési program legnagyobb nyertese, közel 1100 sikeres pályázattal és 13,5 millió eurós támogatással.